Szépen lassan idén is beköszönt a hideg idő, és vele együtt a disznóvágások időszaka. A hagyományos disznótorokról és a hozzájuk kötődő különleges szokásokról Röszke község díszpolgárával, Vastag József nyugalmazott tanítóval beszélgettünk. Hát mondanám, hogy nagy szeretettel köszöntöm Vastag Józsefet, Röszke díszpolgárát, és azt a gyűjtőt, akihez bármikor fordulhatunk, hogyha Röszkéről, ha a térségről szeretnénk bármilyen apróságot, de igazából most mi az ön vendégei vagyunk, hiszen itthon fogad minket, és azért áruljuk el azt is, hogy most kivételesen nem a paprikáról fogunk beszélgetni, de azért egy kicsit a gazdasághoz, a háztáihoz fog kapcsolódni a mai beszélgetésünk is, hiszen a hagyományos régi disznótorosról fogunk most megemlékezni, beszélgetni. Én arra lennék kíváncsi, hogy mondott nekem egy mondatot, amikor ide értem. Az, hogy amikor gyerekkorában volt, akkor úgy kezdték, hogy fél disznó, nem disznó. Ez hogyan hangzik pontosan? Hát a fél disznótor, nem disznótor, két disznótor, egy disznótor. Ezt valahogy gyerekkori emlékeim között őrzöm, hiszen egy-egy gazdaságban, ahol 4-5 gyerek fölnőttek, együtt voltak, az egyik disznó az csak a reggelire, ebédre, vacsorára és a rokonoknak a vendégüllátására volt elég. A másik disznó volt, amiből disznótort csináltak, és aminek a végtermékeit, hurkát, kolbász, sonkát, szalonnát földolgozták, az a második disznó volt. Ezért mondom, hogy fél disznó, az nem disznó. És akkor még mielőtt ilyen gyakorlati kérdésekre térnénk ki, hogy mivel kezdődik és hogyan zárul egy disznótor, én arra lennék kíváncsi, hogy gyakorlatilag ez pontosan melyik időszakra tehető, az év mely időszakában a hagyományok szerint itt Röszkén, illetve nyilván a térségben hogyan vágtak, és mikor vágtak disznót, és körülbelül mekkorának kellett lenni egy disznónak? Hát a gyermekkorom ide köt a Madarász környékére, és itt kisebb-nagyobb gazdaságok, parasztgazdaságokban a disznótor hajnalban kezdődött. Általában két karácsony közt, így mondták annak idején, újév és karácsony közti időre estek a disznótorok, amikor az időjárás hozzásegített ahhoz, hogy kiválóan el lehetett készíteni a termékeket belőle, és ez az időszak alkalmas volt arra, hogy vendégül lássák sógor a sógort, koma a komát, és egy ilyen disznóvágáson, ugye, amikor egyszerre legalább két disznót, de néha háromat is levágtak, akkor sok embernek adtak kiegészítő munkát, hozzásegítést, és bizony hajnalok hajnalán már sokfelé a disznók sikításától volt hangos a táj, mert nem csak egy tanyában, hanem több tanyában is folytak a disznóvágások, és úgy visszaemlékezem rá, hogy gyerekeknek ez óriási élmény volt. Alig pitymallott, vörös volt még az ég alja, amikor már ott álltunk a disznótoros háznak az udvarán, és vártuk, amíg kihúzták az ólból a disznókat. Általában a kisebbel kezdték, és aztán a nagyobbal folytatták. Hát együtt voltak a szomszédok, komák, sógorok, mert ezeket a nagy állatokat, 150-200 kilós mangolicákat kihúzni a ólból, és leszúrni emberi erőre volt szükség. Ilyenkor ugye általában a sógor a sógorhoz, koma a komához eljött, de ez kevésnek bizonyult. Még szomszédokat is meg kellett hívni segítségül. Összehozták a szalmarakást, összehozták a szalmakötegeket, és fölkészültek a pörzsöléshez. A disznónak a leszúrása az egy kimondott szakembert igényelt, ezt úgy hívtuk annak idején, hogy a böllér.
az ő szakmáját kevesen ismerték, mert a vért engedni a disznóról, az művészet volt. Vigyázni kellett arra, hogy ne menjen semmi kárba, és aki a tálat tartotta, annak föl kellett fogni az összes vért, mert a vér az egyik legfontosabb kelléke volt a reggelinek. És akkor mielőtt végigmegyünk azon, hogy hogyan zajlott akkor nyilván a disznóölés, arra lennék kíváncsi, ugye, hogy alapvetően abban az időben mindenkinek megvolt a feladata a ház körül is. Egy ilyen disznótoros alkalmával, disznóölés alkalmával kinek mi volt a feladata? Például a gyerekeknek, ugye, ahogy említette, hogy már önök is ott voltak még pitymalat előtt. Ó, hát a gyerekeknek a feladata igen értékes feladat volt, mert mi már előző nap elkészítettük magunknak a nádszálat, amivel a belet fújtuk. Az asszonyoknak segítettünk, a munka megosztott, a disznó pörzsölése, a disznó fölbontása, az kihondottan férfi munka volt. Utána a belsőség szétbontása, a belek szétbontása, a abálóba való húsok elkészítése, ez már asszonyi feladat volt. A feladatok megosztása az úgy történt, hogy 9-10 óra felé, amikor már asztalon volt szétdarabolva a jószág, akkor már mindenki megkapta a maga feladatát, az asszonyok vitték az abálólébe az odavalót, a férfiak pedig szorgosan darálták a húst fateknőbe, és készítették elő a kolbásznak valót. Ilyenkor jöttek elő aztán a gyerekek, akiknek nagy feladatuk volt, hogy az a béltisztító asszonyoknak segítségükre legyenek. A nád végét beledugtuk a bél végébe, és fölfújtuk a belet. Elszorítottuk a nád végén, hogy a levegő ne jöjjön ki, és ilyenkor az asszonyok könnyedén a kés hátuljával letisztították a bél belső falát, langyos vízbe tették, és hát ez a gyerekeknek óriási élményt jelentett. Különösen az, amikor a hólyagot is megkapták, azt a hólyagot fölfújtuk keményre, és akkor a hólyaggal futballoztunk, azon munkába állítottuk és rugdostuk a hólyagot. A kispál anyjának, a gyomornak a mosása az az asszonyok feladata volt, külön néha meszes vízbe áztatták, meszes vízbe szaktalanították, és így készítették elő a disznósajt részére a belet. A férfiak ilyenkor már javába fűszereztek, lemérték a húsmennyiséget, és a húsmennyiséget pontosan adalékolták a 2,5 dek a sót, a paprikát, veres a fokhagymát, különböző fűszereket, borsot, néha majorannát, kevés egyéb fűszert is, ha valakinek ilyen igénye támad, de ezek már elegendők voltak ahhoz az igazi jó alföldi kolbász készítéséhez, amelyeket egy ilyen disznótor alkalmával készítettek. A hajnali munkának a legfontosabb asszonyi feladata volt a vér abálása és a reggeli elkészítése. Hát a reggeli elkészítése egy szertartásos dolog volt, mert a vért megabálták, alá pirítottak egy jó csomó vörös hagymát zsíron, ebbe forgatták, megfűszerezték, borsozták, majorannázták, és ez képezte a reggelit. A reggelinél rövid időre mindenki megállt, akkorára már a disznó darabokban hevert az asztalon, mindenki leült az asztalhoz, és jó ízűt falatoztunk a friss vérből. A friss vérhez általában még kanyarítottak egy-egy szelet cigánypecsenyét tokaljából, pofahúsból, és azt gyors
tűzön, megpirították, megsütötték, ezzel a reggelit megerősítették. Hát, talán nem szabad kihagynom azt se, hogy a reggeli előtt a disznó körmöt, amikor a pörzsölésnél a köröm megadta magát, akkor a körmöt levették, és a gazda ebből a körömből itatta a férfi vendégeket pálinkával. Természetesen ez a körmös pálinka, ez rendkívüli szertartása volt a gazdának, mert aki finnyáskodott vagy nem akar belőle inni, az bizony eléggé megszólták. És akkor, ha egy kicsit a pálinkára terelődött a szó, ezt azért meg is akartam kérdezni, hogy a régi hagyományos disznótorosoknál is előfordult az, ami manapság előfordul, hogy egyszer-kétszer azért valaki kicsit túl sokat iszik abból a körmös pálinkából, vagy azért igyekeztek mértéket tartani, vagy jobban tudtak mértéket tartani, mint manapság? A reggeli italozásnál fegyelmezettek voltak erre, vigyázott főleg a gazda, de főleg a böllér, mert egy figyelmetlen elsózásnál, vagy egy figyelmetlen fűszerezésnél az egész kolbász mennyiség, vagy az egész hurka mennyiség súlyos károkat szenvedett volna, nem lehetett volna elfogyasztani, tehát bizonyos fegyelem uralkodott az italozásnál, nem beszélve arról, hogy a pörzsölésnél ugye komoly baleseti veszélyek is fenyegettek, mert könnyen tűz keletkezhetett, és vigyázni kellett. A pörzsölésnél általában vasakat tartottak a tűzbe. Ezeknek a vasaknak az volt a feladata, hogy a disznó hajlataiból, a fül mellől, a combtőből, a hátsó hajlatokból ezzel égessék ki a szőrt. A pörzsölés maga, ha visszatérhetünk rá, egy csodálatos mesterség volt, mert pirosra kellett sütni szinte a disznót, és többszörösen lekaparni. A kaparónak a hátulja, az egy késnek a hátulja volt, amivel eltávolították róla az első szőrzetet. A második szőrzetnél már a kés hátulja ki is tépte a szőrt tűzőket, és gyönyörű szép fehér felületű se disznó maradt, ami a szalonnának ugye a legfontosabb kelléke volt. Azért kellett megsütni, hogy a szalonna bőre is, egyik legértékesebb része a disznónak fogyasztható legyen. Hiszen a szalonna bőréből nem csak a szalonnát, hanem a disznó sajtot és a belső töltelékekbe is jutott. A jól pörzsölt, a jól előkészített disznót ott rögtön meg is lehetett kóstolni. Voltak, akik rögtön, ahogy a szalonnát földarabolták, a meglévő darabokból a szalonna bőrét már meg is kóstolták és el is fogyasztották. Föltekerték kerekre és kenyérrel megkóstolták. Így ilyenkor mondták azt, hogy na, ez a pörzsölés jó sikerült. És ha már itt tartunk, akkor, hogy ugye a jól pörzsölt disznót egyből meg lehetett kóstolni. Nálunk például a családban hagyomány az, hogy édesapám és a húga az nehezen tudja elosztani a disznófülét, amikor még éppen pörzsölik, vagy éppen utána. Voltak-e mondjuk adott esetben, akár személy szerint önnek ilyen kedvenc részei a malacnak, amit már rögtön ott a disznóvágás közben lehetett fogyasztani, és kifejezetten szeretett gyerekként? Hát hogyne, hát a cigány pecsenye, amit a böllérek lopva vágtak le úgy, hogy a gazda ne nagyon figyelje, a legjobb falatokat hasalja, szalonnából készült falatokat, azokat gyors tűzön, gyors lángon pirítva ropogtattuk, és ezek bizony kiváló falatok voltak. A reggeli után, a reggeli közben, a vér mellett, ugye nem mindenkinek jutott ezekből a falatokból, de akinek jutott, az
megemlegette az ízét, és emlegette évek múlva is, hogy azt a cigány pecsenyét nem felejtem el.